Aztán szombat este különös dolog történt az egyik budapesti diszkóban. A táncoló tömeg egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a fejük fölött egy motoros jelenik meg, méghozzá úgy, hogy egy 100 méter hosszú drótkötélen egyensúlyoz. Mint kiderült, Simek László volt a merénylet elkövetője, aki profizmusával lenyűgözte a diszkó közönségét. Mindjárt kezdünk. A Fókusz egyik riportere szombaton este elindult egy budapesti diszkóba. Ő legalább sejtette, hogy mi minden fog ott történni, így aztán operatőrt és kamerát is vitt magával. Őszintén szóval arra számított, hogy egyszer csak lélegzet elállító csend támad majd, de a táncoló tömeg szerencsére nem ijedt meg. Viszont még fergetegesebb hangulatba kerültek, amikor észrevették, hogy egy motoros került a fejük fölé, méghozzá egy drótkötélen egyensúlyozva, védőháló nélkül. Titokzatos ponyvák, fenyegetően égbe meredő oszlopok. A budapesti szórakozó helyen már péntek délután sejteni lehetett, hogy valami készül. Ez az úriember Simet László, nemzetközi hírű kötéltáncos, aki elképesztő ötleteivel járja a világot. 3 éve már láthattuk őt, amint egy bevásárlóközpont felett sétált biztosítás nélkül. Most egy motorral szeretne átszágoldani a drótkötélen. A cirkuszi produkciót ilyen körülmények között még nem próbálta ki. Megmondom őszintén, ilyenre nem emlékszem, tehát, hogy diszkóban és táncoló emberek fölött dolgozzunk. Ez újdonság lesz ma este. Remélem tetszeni fog nekik. Ezek a fiatalok nem sejtik, hogy néhány perc múlva egy férfi és felesége a fejük fölött fogja az életét kockáztatni. 18 méter magason kézen áll, és olyan meghökkentő dolgokat csinál, amire még itt nem volt példa, sőt, mi több egy partiban sem volt példa. Az akrobata a meghökkentő mutatvány előtt maga ellenőrzi a köteleket. A motort már délután kipróbálta, de ez még nem jelenti azt, hogy mindenki biztonságban van. Hát mielőtt dolgozok, mindig motorozok egy kicsit, hogy fusson egy kicsit a motor, de nem igazán, mert speciális gumi van rajta, és nekem amúgy sincs motorra jogosítványom. Míg a táncterem a felszabadultságtól, addig az öltözőben az izgalomtól vibrál a levegő. László és felesége Olga hiába léptek már fel a világ legnagyobb cirkuszaiban, most bevallják, izgulnak. Kihívás ilyen közönségnek dolgozni, tehát ezek a gyerekek ugye itt nem artista produkciót nézni jöttek ide elsősorban, nem szórakozni, táncolni, hát majd kiderül. De aztán nincs menekvés, hamarosan 18 méter magasan felbőg a motor. Olga testével tartja egyensúlyban az egymázsás motort, amiben rögzítve van, bármikor lebillenhet. Ennek pedig nem szabad bekövetkeznie. A fiatalok hangos sikongatása jelzik, hogy tetszik nekik a buli csemege. Tetszett, és nagyon jó volt, szóval nem tudom, szerintem látványilag ezt az egészet nagyon jól megcsinálták. Motoros akció tetszett nagyon, és nincs semmi baj, mert nekem van biztosításom. Ha rám esett volna, akkor nincs semmi baj. Mire a hatalmas oszlopról az artisták lemásztak, a táncoló tömeg már meg is feledkezett róluk. Ám Olgának, László orosz feleségének még mindig remegett a lába. Speciális az atmoszféra. Fiatalok, elég jó közönség. És sokkal hangosabb. Igen, sokkal hangosabbak. Ez sokat segít a munkában, hogy érzem, hogy elfogadnak. Ez inspirál engem. Az ováció engem is meglepett, tehát a közönség nagyon-nagyon szimpatikusan reagált, amennyire a motorzúgástól hallottam. Olyan jó balhé hangulat volt. Tehát az egyedülálló buli szerviz úgy tűnik bevált, de valószínű, hogy a motoros szám ettől még nem lesz állandó partikellék.